Hát, különben ezek az ajándékok, amik beérkeznek egy live alatt, ezek nem érnek ám sokat. Na, mesél. Mert hogy... Egy rózsa. Mesélj, mennyi, mennyit, mennyit lehet keresni? Egy, mennyit, mennyit ér, ér egy, le... egy rózsa, én nem tudom. Mennyit lehet összekoldulni? Hát valamilyen... Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Influencer Podcast legújabb adásában, ez már a harmadik évadunk. Először is sok szeretettel köszöntelek Danis. Sziasztok. Farkas Dánia, a műsorvezető társam, és Átori Karolina vagyok, és nagyon izgalmas témát hoztunk, két vendégünk is van, ahogyan őrizzük meg népszerűségünket a social médiában, ez lenne a mai adás témája, és sok szeretettel köszöntelek benneteket, elsősorban Nessai, csak így időrendben. Sziasztok! És és Kapi Levi, sziasztok! Jé! Sziasztok! nekem az lenne az első kérdésem, hogy először is akkor maradjunk így a kor alapján, a kérdezés sorrendjében. Köszönöm. Nem véletlen. Azért, azért, próbálok ennyire így a korra egy nagyon rámenni, mert ugye nem véletlen a párosítás. Azt szerettük volna, hogyha ebben a témában két különböző generáció képviselője szólalna meg. És ugye ez te már nagyon-nagyon régóta ugye az online térben tevékenykedsz. Szóval ha jól tudom, hogy körülbelül 2008-ban kezdtél el ugye a, a videózással foglalkozni, 2016 környékén robbantál be, tehát már jó pár éve mondhatni, veterán vagy. Levi pedig 2021 elején kezdtél el foglalkozni a videós tartalomgyártással, ha jól tudjuk. És uh, ne szállj hozzád az első kérdésem, hogy uh, mit gondolsz, hogy mi a te népszerűségednek a titka? Hűha, hát ez egy jó kérdés. Um, első, mindenféleképpen a közönségemet hibáztatnám ez ügyben, tehát hogy uh, lehet, hogy ez nem is az én felelősségem, hanem ők vannak valahol elrontva belül. Viccet félretéve... Um, <laughs> Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a, a, a konzisztencia az, az, az működik. Tehát, hogy a, úgy látom, hogy amit az én közönségem vár tőlem, meg amit szeretnek bennem, 2016 vagy akár mióta is követnek, azt megkapják valamilyen formában minden nap, minden héten, mindenki annak függvényében, hogy mennyi szabadideje van, vagy mennyi igénye van a... Az én tartalmaimra, vagy stílusomra, illetve hogy milyen tematikában érdeklődik. Tehát azért ennyi év alatt elég sok mindenbe belekezdtem már. Idén is, vagy tavaly év végén is kezdtem bele új dolgokba. Mióta itt beszélhetünk Igen, egyébként volt. legutóbb szóval. Én azt gondolom, hogyha hogyha a nézők um, tudják, hogy mire számíthatnak egy tartalomgyártótól, és látják azon a tartalomgyártón, hogy egyébként komolyan is veszi, amit csinál, akkor, akkor kialakul egy olyan fajta állandó érdeklődés a, a tartalomgyártás és a tartalom iránt, ami, ami, így fent tud tartani egy népszerűséget, hogyha, hogyha így nevezzük. De mégis mit gondolsz, hogy a tartalom a folyamatos tartalomgyártás, az, hogy valamit megszoknak és szeretik, illetve mennyire járul hozzá a te személyiséged? Nyilván az nálam egy alap, koncepció volt, hogy, hogy ahhoz, hogy ez egy hosszú távon fenntartható és, és működőképes dolog legyen, ne egy úgymond hype vonatra épüljön az egész, tehát ne hirtelen felkapott témák miatt kezdjenek el mondjuk engem követni, hanem valóban azért, mert kíváncsiak arra, amit mondok és ahogyan mondom, azok, akiket érdekel nyilván, amit, amit én csinálok és nyilván nekem is megvolt szerintem az az időszak a, a tartalomgyártásomban, amikor, amikor új voltam, amikor, amikor, az a Nessai név az sokaknak mondjuk egy ilyen, egy -e jó újdonság volt, vagy hogy mondjam, hogy sok embernek, ez én voltam éppen az aktuális kedvence, de hogy szerintem sose volt az, hogy hogy nem tudom, valami nagyon-nagyon éppen aktuális téma miatt én voltam szem előtt, hanem szerintem ez egy lassú építkezés volt, és és szerintem ez a lassú, stabil építkezés, ez, ez, ez hosszabb távon többet eredményez, mint az, hogy most éppen a 24 órás kihívás videók a népszerűek, vagy korábban éppen a, nem tudom, most egy fahé kihívás volt a népszerű, most tényleg ilyen szélsőséges példákat mondok, nyilván nem ez az általános, de hogy nem egy ilyen, nem egy ilyen hirtelen aktuális felkapottságra épül a, a csatorna, hanem tényleg az én stílusomra, az én világnézetemre, az engem érdeklő témákra. És, és aki emiatt egyszer bekövetett, akár évekkel ezelőtt, az ma is megkapja ezt, nyilván egy kicsit más formában, nyilván én is csak idősebb leszek, de hogy, de hogy az alapkoncepció és a, és a tartalmaknak a mennyisége, minősége az nem romlott, vagy nem csökkent az évek alatt. És Levi, nálad ez egyébként hogyan alakult, de azért nem mondhatjuk, hogy a lassú, szépen szisztematikus építkezésnek köszönhetően robbantál be, hanem gyakorlatilag egyik pillanatra a másikra egy olyan felületen váltál népszerűvé a TikTokat, így konkrét, konkrétizálva, ami, ami ugye ez, ezt az életutat nagyon lerövidíti arra vonatkozólag, hogy mennyi idő mire felé mondjuk egy nagy követő tábor, és te ezt hogy élted meg? És a legfontosabb, hogy szerinted neked mi a titkod a népszerűséget? Így jó. Fú, én kicsit, hát régen a szerencsének tudtam be, mondjuk egy évvel ezelőtt, de már nem hiszek a szerencsébe, úgyhogy talán sorszerűnek gondolom ezt a, ezt a hirtelen berobbanást, mert egyébként poénból kezdtem el csinálni ezt az egészet, és nem is mindenhol gondolom logikusnak azt a fejlődést, amit mondjuk egy ilyen fajta tartalomgyártással kapcsolatban látnék mondjuk mástól, vagy nem tudom, jaj, most amit mondtam? Igen. Abszolút. Érkezős. 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 Igen. Szóval nagyon meglepődtél, gondolom, amikor már én azt néztem egyébként, hogy az első videóid nagyon durván mentek, tehát hogy ilyen több tízezres nézettséggel, és ez ugye folyamatosan fent tartod már évek óta, hogy ez ez Mit gondolsz, hogy ez a, a karakter, ugye Marika néni karakterének köszönhető, aki egy ikonikus karakteré vált, vagy, vagy esetleg tényleg a humor maga, a te sajátságos humorod, vagy hogy, 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 hogy érzed? Mindenképpen gondolok egy karakterfejlődést, ami részben tudatos volt, részben pedig mm, alakult így a sztorik kapcsán, amiket folyamatosan ö, hoztam akár napról napra, Uh, illetve azért valamilyen szinten ezt egy minőségi humornak gondolom, amit én képviselek, tehát nem annyi, hogy fölveszek egy pólót a fejemre, és akkor uh, nem tudom, rikácsolok, és akkor ez egy ilyen, nem is tudom, ez egy ilyen bugyuta, semmiről nem szóló uh, történet. Az én vagyok. <laughs> Mikor vetél pólót a fejedre? <laughs> nem, hát nekem az egész fejem a póló. <gül> <gül> Ö, szóval, hogy de, de így a későbbiekben kifejezetten próbáltam is erre figyelni, hogy például minden kis ö, videónak legyen valami olyan mondani valója, ami nem feltétlen szembetűnő. Így, ö, hogyha először megnézi valaki, hanem inkább a, a humorra fókuszálok, de valamilyen szinten próbálom edukálni az embereket. Tehát egy olyan ö, tükröt mutatok, mondjuk Marika nénin keresztül, aki kritizál, aki elégedetlen, aki mással foglalkozik folyamatosan, és ez valóban nevetséges, viszont van szerintem egyfajta tanulsága a kontentjeimnek. Másik meg az, hogy, hogy talán, nem tudom, én azt is mindig érzem, hogy van egy fajta ilyen jó, nosztalgikus érzés, amikor így megnézem a videóidat, és hogy elfog az a, az a gyermekkori érzés, amikor ugye a, a nagyszülőknél, akár nyaranta, ott töltöttünk ö, hosszabb Igen. időt, és így előjönnek ezek a, ezek a kellemes emlékek, és ö, egyszer nyilatkoztál is, hogy, ö, hogy részben ugye ez a saját ö, életedből merítetted hozzá a, a forrás, tehát nem véletlen, hogy ennyire tud vele szerintem az ember azonosulni, tehát ez, ez tényleg egy ilyen, egy ilyen hihető történetmesélés, és azt is nyilatkoztad, hogy ez neked egyfajta terápia, mert hogy nem mindig volt egyszerű a, a gyermekkorod, és hogy ez tényleg így van, hogy ez egy, neked egyfajta tényleg egy ilyen kinyilatkoztatás, egyfajta terápikus dolog. Abszolút így van. Sokáig, hát elég a egy sorsom volt, tizenévesen, és hát amikor először kerültem az egyik nagymamámhoz, akkor Egyrészt a sérelmeim miatt, másrészt koromból kifolyólag is, tehát ez a lázadó tinédzserkor. Így sokszor azt éreztem, hogy a nagyanyám az ellenségem, holott föl, folyamatosan a segítségemre volt, viszont ezt ő sem tudta mindig kezelni. Úgyhogy akarva- akaratlanul is volt egy-két olyan szituáció, ami, hát nem tudom, nem volt túl. Nem azt mondom, hogy durva volt, de ez a tipikus szócsaták. Úgy éreztem, hogy az egész világ ellenem van, és, és valahol így ezeket is dolgoztam fel ezeken a videókon keresztül. Nem akarok semmit a szátokba adni, de nem lehet, hogy azok a tartalomgyártók tudnak igazán hosszan népszerűek maradni. Ahogy ti is most elmondtátok, hogy egy, egy hosszú építkezés, illetve te is elmondtad, hogy a, a múltadból építkezel, valós történeteket is beleszősz a, a karaktereidbe, hogy, hogy igazi, valós tapasztalatok alapján, hiszen Nessai, nálad is láttam olyan videót, ahol arról meséltél, hogy mondjuk középiskolába nehezebben értettek meg akár a tanárok, mert akkor is már nagy volt a szád, nagyon sokat tudtál beszélni, és hogy az online térben találtad meg azt a közösséget, ugye a pingvineket, akik között nemhogy nem, hogy hátrány, hanem pont, hogy előny, hogy sokat tudsz és szeret is beszélni, és nagyon szeretsz velük beszélgetni, és napi szinten uh, ugye, tudsz velük találkozni, és levente ugye te is a, a, a gyermekkorodból és a, a fiatalabb korodból táplálkozol, hogy, hogy ezek a tartalomgyártók, akik fent tudnak maradni, lehet, hogy ez is benne van, hogy egy nagyon erős olyan uh, háttérsztori van mögötte, ami tényleg így a, a saját múltatokból is táplálkozik. Hát én azt, azt gondolom, a... hogy, hogy... Aki szórakoztatással foglalkozik, vagy vagy a humor erősen át szövi a, a, a tartalmait, az csak úgy tud uh, jól működni, akár rövid, akár hosszú távon, hogyha az a, a valóságból építkezik. Ez a nehéz, meg, meg ez a rossz is a humorban, hogy egyébként a rossz humor is sajnos sokszor a valóságból építkezik, de hogy ettől vicces egyébként. Tehát hogy ez, ez, ez biztos, hogy, hogy hozzá tesz szerintem, hogy, hogy hogy az embernek a az embernek a, a humora, humorára rá lehet kapcsolni, mert hogy te is átéltél mondjuk hasonlót, vagy vagy tapasztaltál ilyeneket, az hogy az hogy hosszú távon az ember ki tud építeni egy, egy, egy közönséget, nyilván nekem nekem ez természetes volt és nyilván ez segített, mert hogy hogy én nagyon sokat kaptam a, a, az online térből. Én, én mindig egyébként, tehát nekem sok barátom volt mindig is, tehát hogy a tanárok sokszor nem szerettek, ez így van, mert, mert be nem állt a szám, és, és mindig szerepelni akartam, és nyilván mondjuk egy középiskolában a tanárnak kell szerepelni, nem, nem a diáknak. Vagy amikor szerepelni kell, akkor nyilván tematikusan Igen. kell előadnia a szereplést, de hogy nagyon jól kiegészítette az én szociális életemet, amit, amit mondjuk egészen fiatalkor ban már egy MMORPG-ben, egy, egy, egy masszív multiplayer játékban én kaptam azáltal, hogy online játszottam olyan emberekkel, akiknek más volt az életkora, a, a háttere, tehát hogy én, én azt gondolom, hogy egy tök jó rálátást adott egyébként a világra, meg az emberekre az, hogy, hogy korán elkezdtem az internettel foglalkozni, és az ezáltal nyújtott előnyöket, miszerint nem vagy beskatujázva a közvetlen környezetedbe, hanem rálát sokkal jobban a, a társadalomra, az emberekre, ezt, ezt tudtam hasznosítani a, a későbbiekben is, és ugye nekem ez az egész videózás a mai napig arról szól, hogy, hogy nekem nagyon sokat adott az online közösség a, az offline hétköznapjaimhoz is, és én szerettem volna ezt a teret felépíteni másoknak is, és, és úgy néz ki, hogy erre nem csak nekem volt igényem. És nyilván mivel ez a motiváció, ez még él bennem a mai napig, ezért van erre igény a másik oldalról is. Tehát onnantól fogva, hogy nekem erre nem lesz motiváció, valószínűleg onnantól fogva lenne érdemes abba hagyni, vagy mással foglalkozni, de hogy ezt én még nem érzem. Ez annyira jó egyébként, mert nálad tényleg egy ilyen nagyon erős támogató közösséget érzünk, ugye pingvineknek hívod a követőidet, és tényleg egy ilyen nagyon-nagyon pozitív, nagyon kedves a társaságról beszélünk. A társaság, hát ez film, a... nagyon érdekes De tehát... hogy, hogy bocsánat, hogy, hogy Levi, nálad ez hogy van? Engem nagyon érdekel, hogy TikTokon, hogy lát, van-e neked egy ilyen bázis közönséged? Van-e egy ilyen, azt érzed, hogy támogató közeg, vagy inkább azt érzed, hogy meg kell küzdened, ugye akár a trollokkal, vagy azokkal, akik, akik beszólnak? Érdekes módon az elejétől kezdve egy támogató közegnek mondhatom azt a azt a csapatot, vagy közönséget, akik engem folyamatosan néznek, és az az érdekes, hogyha mondjuk kiugról a magas a megtekintésem, mondjuk egy videóra kapok még egy milliós megtekintést, hát hogyha sokat mondok, lehet azzal is, hogy, hogy kettő az, ami, mondjuk az ezer kommentből kettő, ami, ami negatív. Szóval soha nem kellett ezen küzdenem, Ö talán valahogy érzik is az emberek a hozzáállásomon, vagy a, vagy a hát nem tudom, hogy a kisugárzás mennyire jön át a képernyőn keresztül, de hogy én nem, nem is adok erre teret, nem is az az ember vagyok, aki erre nyitott lenne, hogy nekem küzdenem kellene bárkivel is. Én azért csinálom a tartalmakat, mert én is élvezem, imádok adni, az a rengeteg pozitív visszacsatolás szintén ebben erősít meg, amit kapok a nézőimtől, hogy, Mondjuk, feldobom a napját, szóval, hogy, hogy így, maga, a, 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 így a hozzáállásom is, és szerintem abszolút az bizonyítja, hogy, hogy én ide nem küzdeni járok fel. Úgyhogy talán így, így emiatt is érzem azt, hogy, hogy egy támogató közönségem van, és hogyha megengeded, akkor nagyon szívesen, szívesen visszacsatolnék, ne a. Így a, a, nem is tudom, súlyos éveire, mert amúgy pont ugyanez volt velem is, hogy kiállhatatlan voltam gyerekként a tanárok szemében. Nem tudom, volt egy 15 intőm, és akkor ezt én teljesen úgy éltem meg, hogy amúgy nem tudom, tragédia, amit csinálok, de hogy nem bírtam magamon uralkodni. Nyilván bizonyos szint után már tudtam, hogy hol van a határ, de hogy mindig is feszegettem a határokat, és, és amúgy később rájöttem, hogy hallod? Ez mondja, hogy a kreativitás miatt van basszus. Most már nem tudom. Én... Hát meg valószínűleg még te sem tudod, meg én sem tudtam, meg fiatalon nem tudjuk, hogy bizonyos energiákat legyen, az kreatív energia, egy bármi milyen formában tudsz magadból kiadni. Tehát, hogy uh, nyilván egy hangos gyerek az osztályban nem csak feltétlenül azért hangos, mert rossz és mondjuk bomlasztani akarja az órát, hanem nyilván ő benne bizonyos feszültségek, bizonyos energiák nincsenek levezetve mondjuk a tantárgyak által ami már ilyen oktatás politikai kérdéseket vet föl, hogy azt hogyan kéne megreformálni, uh -huh. de hogy nyilván ez egy csomó esetben azért van, mert mert benned van valami, mondjuk vicces akarsz lenni az osztály előtt, és nincsen meg az a közeg vagy az a forma, ahol te ezt ki tudnád adni magadból. Most csak, most csak mondtam valamit. Abszolút. És, és amúgy sokszor át is váltott bennem ez egy feszültségé, hogy úgymond értékelnék a többiek azt, amit mondjuk produkálok, ott az egy-két, poénomat, de hogy ez vissza van fogva, és el van folytva, és már csak azért is csináltam, hogy úristen, nehogy már berakjanak engem egy, nem, egy séma szerint próbáljanak terelni, és nem szólalhatok meg. Úgyhogy ezzel nem is tudom, még így a munkahelyeimen is volt néha gond, mondjuk ott más így, így a késések, stb., tehát így megcsörent az orosz, figyelj, én ma nem megyek vekonyikul, <laughs> mondom, hogy fel, négykor, megint, három napja, 12 óra, azok így, na mindegy, de ugye ebben pont ezért annyira ki tudok teljesedni, és önmagam tudok lenni, hogy... Ja. Ez hogy érzitek, hogy ennek van-e lejárat ideje, van-e szavatossága, most elsősorban ugye rátok vonatkoztatva kérdezem, aztán majd beszélgethetünk bizonyos um, témakörökben, amit hogy uh, bizonyos uh, karakterek kapcsán, vagy bizonyos akár trendek kapcsán, hogy, uh, hogy szerintetek van -e az influencereknek lejárati ideje. De ugye két külön platformon, a fő platformotok az két külön platform, hogy Nessai, te tényleg rengeteg éve már, már csinálod, és, és úgy látszik, hogy töretlen ez a, ez a lelkesedés, hogy voltak-e olyan időszakaid, amikor azt mondtad, hogy fú, ez lehet, hogy most egy kicsit megfáradtam, vagy lehet, hogy most egy picit nehezebben megy, vagy ez a, ez a amit meséltél, hogy ez a folyamatos közéskényszer, ez a jó érzet, ez a közösség, ez folyamatosan húz is, és lendületlenül tudod csinálni. Hát én megmondom az őszintét, én minden nap végére megfáradok. <laughs> Tényleg, de. Minden hogy... nap live -olsz. Hát minden hétköznap. Igen. Minden hétköznap. is. Azért ez most brutális. már így családdal az ember kordában tartja a munkáját, de hogy. Tehát én szeretek minden nap megfáradni. Tehát, hogy. Én próbálok beletenni minél többet. Én ezt élvezem, hogy van rajtam nyomás, teljesítménykényszer, emberek számítanak rám, és ez engem motivál, és elfáradok minden nap végére, de ez egy jó leső fáradtság, és azt gondolom, hogy minden ember elfárad a nap végére, a munkája után csak kérdés, hogy ezt milyen lelki állapottal tudja megélni. Ez, ez nyilván egy összetett kérdés, de hogy. Tehát, hogy szerintem csak a tartalomgyártótól függ az, hogy ez mennyi ideig fenntartható, hogy visszatérjek a, az eredeti kérdésre. Tehát aki, aki önazonosan kezdte el, azt csinálja, amit, amit, szereti, azt ez önazonosan tudja tovább formálni. Tehát, hogy messze nem olyan stílusban kommunikálok és messze nem olyan témákról ma, mint 2016-ban. Nyilván, aki, aki ezt az egészet távolról nézi, mert még nem vagyok neki szimpatikus, vagy nem érdekli, aminek szíve a joga tök oké, az nem fogja látni, hogy régen is játszottam videójátékokkal, meg ma is, tehát hogy mi a különbség, de hogy valójában összehasonlíthatatlan a, 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 a közlésforma, a felépítése a, a tartalmaknak, mert, platformok jelentek meg, igen, ügy, amik szintén, tehát minden platformon ott van. Igen, vagy, de hogy, hogy, hogy a nap végén ez meg azért van, mert én is változok, és, és a kérdés az, hogy, hogy tud, tudja az ember magával vinni a közönséget. Csak akkor tudja, hogyha akkor is önazonos volt, amikor elkezdte, és, és, és a mai nap is az. És én azt gondolom, hogy az vagyok, bármennyire is érthetetlen sok embernek, hogy hogy lehet valaki ilyen idióta bohóc 32 évesen, de hogy egyébként én ilyen vagyok, meg én ilyen szeretek lenni. Tehát én nem érzem, hogy 50 évesen ne lennék ugyanilyen hülye. Ettől még lehet ez furcsa embereknek, de hogy szerintem aki követ, az érzi, hogy ez a dolog valódi, és ettől működik. És baromi érdekes az, ahogy a Levi is mesélt róla, hogy milyen a közönsége, hogy, hogy nem véletlen egyébként az sem, hogy milyen közönséget vonz az ember. Ugye én, én idén egy turnét is viszek, ahol lehetőségem volt, hát nem tudom hány ezer, de sok ezer emberrel találkozni. 3200 ezer mondom pontosan Látattunk. a számokat. És, és látni azt, hogy, hogy, hogy milyen típusú emberek kíváncsiak mondjuk rám, és, és tök érdekes látni tényleg, hogy így több ezer emberrel találkozol, hogy azért vannak közös tendenciák, meg közös jegyek, hogy, hogy milyen embereket vonz egy tartalomgyártó ahhoz, mérten, hogy milyen tartalmat gyárt. Változott a közösséget, bocsánat. Tehát ugye említetted, hogy te is változtál egy picit a tartalmakhoz való hozzáállásod, változott a közönség? Hát idősödtek, tehát az egyértelműen látszik, hogy azért viszonylag kevés már a, a 16 alatti néző ezeken a rendezvényeken. Vannak amit sokan kritikaként fogalmaznak meg, én nagyon büszke vagyok rá, hogy 32 évesen vannak olyan 12 évesek mondjuk, akikkel szó tudok érteni, szerintem tök menő, de hogy, hogy nyilván, hogyha megnézek egy, 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 régi rendezvényt, mondjuk egy, egy első közönség találkozót, amikor, ami 2017-ben volt, hát azért jelentősen idősödött a közönségem, ami, ami tényleg egy valós visszacsatolása annak, hogy persze mindig vannak újak, rengetegen, meg mindig vannak fiatalok, akik berobbannak a, a social media közegébe, és felfedezik a tartalomgyártókat, de hogy, de hogy én így tovább tudtam vinni azokat az akkor 12, akár 14 éves fiatalokat, akik most itt vannak már 20 évesen. Nagyon érdekes, hogy pár személyes sztori jutott eszembe kapcsán, amit mondtál. Egyrészt ugye nyilván ugye ebben a turnében én is ugye ott vagyok ezeken az állomásokon, és ugye találkozom az emberekkel, és elképesztő érdekes azt látni, hogy tényleg, én nagyon ritka olyat látni, hogy valaki 12-től 45-ig, 50-ig megszólítja az embereket. Ez zseniális egyébként, hogy ö, talán egyik emberrel, aki odafordulok, az tényleg egy, nem, akár egy 14 éves, utána a következő egy, nem tudom, egy 50 éves sokkár. Tényleg. És, Igen. és, ugye van, van közös egy, nagyon szeretik mondjuk a, videojátékokat, videójátékokat, a, szeretik a, 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 szemléletedet, mert sokan a, szerintem a videójátékosokat, akik nem látnak a mélyére, bekategorizálják azáltal, hogy, hogy jó videójátékokkal játszik, és igazából ez a tartalma lényege, de rohadtul nem ez a tartalma lényege, csomóan, csomóan látják, hanem, hanem a nem mondani a content, hanem az én, meg, én meg alapvetően a, a, személyiség típus is, tehát hogy én, én bohóc vagyok a videóimba, tehát talán ez, a, ez az a karakter kifejezés, ami a, a legjobban élik rá, mert hogy én, én, szeretek hangos őrült lenni, én szeretek, szeretek tényleg hülyéskedni a szó, a szó értelmében, jelentésében, és van, aki nem ilyen, tehát hogy sok embert ismerünk, aki nem szeret bohóckodni, majomkodni, hülyeskedni, mert kellemetlennek, cringe-nek érzi, én viszont ilyen vagyok, és ezért és ez átjön a képernyőn is egyébként. Tehát, hogy nyilván ettől még ugyanúgy furcsa lehet ez sok embernek, ami egyébként egy teljesen elfogadható vélemény szerintem, de hogy aki követ, az meg látja rajtam, és tudja, hogy igen, ő ilyen, de hogy van, aki ezért szeret, hogy ilyen vagyok. Még magát a, a egyébként az is egy érdekes, hogy mondtad, hogy felnőnek veled a, a, a nézők, és van érdekes, hogy van egy közösség, ahol járok focizni, és akkor van egy srác, akivel tényleg jó barátságot ápolok, és ő, ő nagyon rendszeres néző, tehát ő mondjuk nem tudom, autóalkat részeket szállít B-be, és akkor mm. folyamatosan megy a stream, amikor a, hallgatja, ugye nem néz nyilván, hanem hallgatja a streamet, amikor megy a kocsi. És, szeretse, és, igen. Ugye, és, igen, és, és, ő, mondta, hogy nagyon sok éve követ, és hogy nagyon sok éve így veled idő és ez egy érdekes, érdekes dolog amúgy. Levi, de ugye azért nem ilyen nagyon-nagyon sok éve, ugye pár éve, de azért már évekről beszélünk, hogy hogy látod, hogy mennyi van a karakterbe? Van-e ennek egy ilyen kimeríthetetlen kosár, amiből szemezgetsz, vagy volt-e már olyan időszak, amikor azt érezted, hogy hú, most úgy, most úgy megakadtam, most nem tudom, hogy mi legyen a következő téma, vagy mi legyen a következő videó? Hát volt már olyan, hogy úgy éreztem, hogy alkotói válságba kerültem, nem volt ötletem, vagy már annyi emléket felhasználtam, hogy már nem nagyon tudtam, mihez nyúlni, és akkor kitaláltam egy ilyen, hát egy kis átalakítást, hogy akkor a mamát kicsit kiveszem a forgalomból, és akkor a család többi szereplőivel játszom. Egy hétig működött, és jaj, veszéket mindenki. Úgyhogy hát ez egy éve volt, az előbb említettem, talán, na mindegy, Úgyhogy azóta nincs ilyen tervem, mert pont amit az elején említettem, hogy van egy karakterfejlődés, ezáltal van ebben szerintem egy folyamatos megújulás, ami mindig tud valami, tehát egy picikét, de újat mutatni a nézőimnek, amit szerintem nem lesz unalmas. Illetve a folyamatosan újonnan felregisztrált ö, fiókok, akiknek még eddig nem volt TikTokjuk, azoknak pedig gondolom új vagyok. Szóval. Ez is mutat egy olyan tendenciát, ami, ami nem arra utal, hogy ez nem is tudom, a közeljövőben leszálló pályára érkezne. De isten, de kitekertem, mindegy. A, a magam részéről pedig van bennem egy folyamatos motiváció, amit részben annak tudok be, hogy én soha nem úgy gyártottam a videókat, hogy én mondjuk rivalizáljak. XY tartalomgyártóval. Nagyon sok olyan influencer van, akiről tudom, hogy megöli az ideg, hogyha ö, neked mondjuk jobb az algoritmusod két hétig. Mondjuk alapvetően szerintem ez típustól is függ, nem vagyok egy irigykedő, meg egy... Szóval én nem is nagyon nézem sose a másikat, hogy kinek milyen van. Ö, úgyhogy ezt is, erről is úgy gondolom, hogy te, talán kulcsa lehet annak, hogy, hogy ez sokáig megmaradjon, és én ezt addig vigyem, ameddig én szeretném. És egyébként a változásra akartam rá, rákanyarodni a következő kérdésben, hogy ugye óhatatlan, hogy változik a, a social média világ, és bejönnek új platformok, vagy régiek válnak kevésbé népszerűvé, és, uh, és ugye erre a változásra való reakciót ezt mondjuk Nessai nálad uh, mindig indikálja, tehát hogy mindig mész a trendekkel, vagy, vagy neked is kell egy ilyen elfogadási idő, amíg mondjuk felregisztrálta a TikTokra? Kellett, abszolút, abszolút kellett, de hogy. Tehát, hogy mindig az a kérdés, tehát a trendekkel valamilyen szinten muszáj menni, az a kérdés, hogy hogyan tudod úgy lekövetni a trendeket, hogy ne torzuljon a, a te, te személyiséged, karaktered, vagy, vagy mondani valód. De nyilvánvalóan ez a munkám, ez a szakmám a, a social média nem lehet nem figyelni, hogy, hogy ez az iparág hogyan alakult. Tehát, hogy azért ebből a szempontból az embernek vállalkozói szemmel is nézni kell ezt az egészet, már ha komolyan gondolja, nem pedig csak mondjuk egy hobbinak, akkor nézni kell, olvasni kell, tanulmányozni kell, hogy milyen irányba megy, csak oda kell figyelni, hogy ne, ne menjen rá a tartalom rovására, hogy ez hogy ez így elcégesedik, és mondjuk üzleti szempontok vagy algoritmus szempontok alapján gyakorlatilag kifordítod a tartalmat önmagából. Ez a nehéz, ez a kreatív kihívása azért szerintem a dolognak, hogy mindig idomulni kell dolgokhoz, hiszen nem a saját kezünkben vagyunk úgymond, hanem platformoknak vagyunk kiszolgáltatva, bármilyen csúnyán is hangzik ezt, tehát muszájok vagyunk valamilyen szintig az ő szabályaikat, javaslataikat vagy újításaikat követni, de azt gondolom, hogy minden csak kreativitás kérdése. Ugye kicsit így összefoglalva ezt az egészet, sokan, sokan lamentálnak ezen, hogy, hogy, hogy fog működni egy influencer, hogyha nem tudom, 60 éves lesz, vagy 50, akkor, akkor miért követné bárki? Ez, ez, ez megint változás, meg idomulás kérdése. Tehát ha önmagadat meg tudod tartani, akkor teljesen mindegy. Holnap megszűnhetne a, a, YouTube, és én nem gondolom azt, hogy akkor, akkor bármennyire sokan szeretnék, mondjuk nekem vissza kelljen menni egy marketinges munkába, amit korábban dolgoztam, vagy a cérnagyárba kelljen elmennem dolgozni. Persze lehet, meg nincs is ezzel semmi baj, de hogy az emberek nem, hála Istenek, nem a platform miatt követnek, nem az algoritmus miatt követnek, hanem magam miatt követnek, és ennek kapcsán pedig az, hogy a jövő mit hoz, mi lesz a trendi, milyen platformon kell majd tartalma gyártani, ez teljesen mindegy. Mert én ott leszek, a közösségem ott lesz, nyilván ezt hozzá lehet idomítani bármilyen új platformhoz, ezen gondolkozni kell, ezen agyalni kell, de hogy, hogy az összekötő kapocs, az, az nem a platform, az nem a formátum, az nem a trend, és szerintem emiatt tartható fel. Ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz, mert itt azért uh, azokkal tartom gyártók, akinek igazi közössége van, az, az, teljes mértékben tud ezzel azonosulni, meg ugye ez a fajta változásokra adott reakció, ez is nagyon fontos, hogy te nem próbálsz boomerkedni ebben a dologban, hogy azt mondja, hogy figyelj, ó, én már nem regisztrálok erre. Az, hogy mondjuk vannak egy új platformok. Mondjuk azt kapcsán... mondtad, hogy bocsánat, azt mondtad, hogy muszáj, az egy muszáj dolog, hogy te úgy, egyébként úgy éled meg, hogy mondjuk egy TikTokon hogy képbe legyél, ezt te egy ilyen szükséges rossznak érzed meg? Vagy... Én nem azt mondtam, hogy szükséges rossz, én csak a szükséges mondtam, a rossz már tetetted hozzá. <laughs> nem, <Na>, hogy, <laughs> Jó, hát igen. Ö, nem, hát, értem, a, muszáj, jó, a muszáj része. Jó a kérdés, igen, de a muszáj, nálam a muszáj az nem feltétlenül azt jelenti, hogy kötelező, de nincs hozzá kedvem, az azt jelenti, hogy kötelező. kötelező. Tehát ha észnél akarsz lenni, és nem akarsz saját magad ellensége lenni, akkor igen, a világ leghasznosabb dolga az, hogy jelen pillanatban egy olyan social media hálóban kell dolgozni, ahol van Instagramra ill, meg TikTok reel, meg, meg Facebook videó, meg most már a Twitteren, az X-en is nyomatják a videót, most hülye lennél nem legyártani egy sortot, amit négy platformra ki tudsz tenni, és gyakorlatilag tízezreket tudsz vele elérni. Ez nem azt jelenti, hogy most nekem föl kell regisztrálni a TikTokra, mert menő, és el kell kezdenem táncolni. Bár zseniális lenne hozzátenném, de ez csak az én te. Én megnézném. <laughs> Igen, én ezért. De hogy nyilván, ja, tehát erre gondolok, hogy az, hogy egy platformot érdemes vagy kötelező használni, az, az nem baj, Onatok ez a baj, hogyha ráerőltetsz olyan tartalmat, ami nem te vagy. Tehát, tehát hogy... abszolút, te azt mondod, hogy nem veszed figyelembe a, a magát, a platformnak a sajátosságait, hanem te megtartod a saját tartalmaidat, és egész egyszerűen csak felteszed az épp aktuálisan. Hát hozzá kell idomítani a platformhoz nyilván a, a, az én saját. Tehát, hogy nem, nem lehet ignorálni azt sem, hogy egy platform hogyan működik, vagy tehát nem fogok elkezdeni nyilván 8 perces videókat gyártani egy TikTokra, bár már lehet, meg van, akinek sikerül is, ami tök jó, de hogy nyilván, hogyha elindul egy shorts platform, akkor valahogy ki kell találnod rá egy formátumot, ami ott tud működni, akkor van baj, hogyha az, az azt, amit, ami miatt követnek, azt eltorzítod azért, mert most van egy új trendi platform, és ott azok sikeresek, akik rózsaszín tütükébe táncolnak. Na most, ha én elkezdek rózsaszín tütükébe táncolni, három hétig sírva röhögnének, de valószínűleg, hogy hosszú távon nem ez lenne az, ami miatt engem elkezdenének vagy tovább követnének. Igen, egyébként ezzel teljesen egyetértek, sok olyan tartalomgyártó van, aki mondjuk itt két hónap alatt nagyot megy, mondjuk akár a TikTokon is, vagy, vagy bárhol, és el, el, elfárad. Ez mondjuk tényleg akár régebben volt, ugye ez, a, ez az idősebb a úriember, most hirtelen nem teszem bele, aki ilyen mint tudom, ilyen ott főzőgetett. Igen, da. Igen, da. igen, igen, És ugye sok jót nevettünk rajta, mókás volt, de de hogy így igazából utána elfáradt ez a dolog, mert ugye nem, nem volt mögötte hát a Van viszont egy olyan dolog, amit, amit kezdtem kifejteni, hogy úgy, hogy neked van közösséged, úgy te, és benned van a, a motiváció, hogy új platformokat is uh, ugye elkezdett mm, gyártani, öde, és a tartalmat a megfelelő formátumban. Viszont én, én azért nagyon látom ezen a piacon azt, akik mondjuk most ugye az Insta, hát folyamatos uh, visszaesése, ugye az elérések visszaesése, meg ugye egyáltalán egy több százezer felhasználó elhagyta a platformot, ezt hmm. ki kell mondani, mert ugye inkább máshol tölti az idejét most. TikTokon, és, tiktokon, <laughs> tiktokon elsősorban. És hogy, és hogy azt érzem, hogy itt van egy nagy bumerkedés azért, eh, akiknek nincs igazi közösségük, ők ugye nagyon félhetnek, mert eltűnik, eltűnik, igazából az elérésük a platformon, ők átmennek egy másik, másik közegbe, és akkor ott azért nekik meg kell dolgozni, újra kell, kvázi nem arra a szintről indulnak, mint ahogy át tudják vinni ezt. A Levit kérdezzük meg erről, hogy te hogyan látod igazán belsősként azt a jelenséget, Ugye vannak, van az a generáció, Z generáció, akik igazából TikTokon lettek népszerűek, és van az a generáció, aki átvándorolt, és ott próbál meg ugye érvényesülni mondjuk egy Insta után, vagy egy, egy YouTube népszerűség után, hogy te látod ebbe a a bumerkedést? Vagy látod ebbe, vagy, vagy látsz olyan példát, ami mondjuk jó? Látsz olyat, akinek sikerül? Nagyon jól mondtad előbb, mert szerintem amúgy tök, hát nem is nem azt, hogy cink, de valahogy kellemetlen tud lenni, hogy mondjuk így uh, Isten felfutott uh, basic influencer Csajci áthozza mondjuk TikTokra ugyanazt a tartalmat. Tehát én konkrétan láttam olyat, hogy amúgy csak képeket, ugye lehet ezt a lapozós uh -huh. képet fed. Hogy az fontos, hogy valaki, ha felregisztrál egy platformra, hogy hogy azért mégis valamennyire figyelembe kell venni, ahogy a Nessai te is mondtad, hogy, hogy azért azt látod te is, hogy rövid videós tartalmakat kell feltenni. Tehát azért annyira igazodni kell, hogy az, az, az megkapó legyen azoknak, akik nem véletlenül vannak ott, hát nem gondolom, véletlenül fogyasztják ott mennyire a mennyire távol van a rövid videós tartalomtól. Tehát, hogy a rohadt hosszú videós tartalom az, ami ő jön maga, és aztán ebből kell nyilván azért kivenni akár olyan vicces jelenteket, amikből lehet rövid videós tartalmat közzétenni, de az nem az ő teljes, nem tudom, így gondolati világa, ami megjelenik. hanem... De hogy egy... egyébként a Levi egy nagyon fontos dolgot elmondott az elején, mert én, én ezt látom sok tartalomgyártónál, akár Gátnak így külső szemlélőként, hogy, hogy szerencsére, algoritmusra hivatkoznak sokan, nekem ez a short form, ez, ez nem működik az én tartalmamhoz. hát én vagyok rá a példa, aki csak hosszú körmondatokban tud beszélni, hogy igen, nekem sem illeszkedik a tartalmamhoz a TikTok, de hogy én sem hiszek ebben, hogy szerencse. Tehát, hogy azt hívjuk szerencsének, amikor valaki ad sok lehetőséget magának, és az egyik bejön. De hogyha azt a sok lehetőséget nem teremted meg, akkor nem lesz szerencsét. Tehát, hogy azért tenni kell szerintem, hogy az embernek szerencséje legyen, és aki boomerkedik mondjuk, és azt mondja, hogy hogy jó, én fotómodell vagyok, az Insta lefelé megy, én nem fogok TikTokon videókat csinálni, mert szép megmunkált képeim vannak. Ez, ez nem egy jó hozzáállás szerintem a dologhoz, hanem ki kell találni, hogy akkor hogy lehet modellkedős tartalmat csinálni TikTokon. Nyilván nem olyan nehéz, tehát meg azt át lehet vinni, már elnézést, bár jó tartalmat mindig nehéz csinálni, nem akarom degradálni nyilván a témakört, de hogy igen, tehát hogy. hogy használni kell a platformokat, idomulni kell hozzá, de úgy hozzáállni, hogy, hogy á nem, mert úgyse lesz szerencsém, vagy á nem, mert engem nem szeret az algoritmus, bezzeg őt szereti, így, így nem lehet szerintem hozzáállni. Meg amúgy én YouTube-ra is elkezdtem így a sorcokat feltölteni, mert ajánlották, hogy a TikTok videókat csak új rakni, és nem tudom, kiraktam egy tíz darabot, össze 1300 követ, aztán úgy voltam, hogy hallod, az annyira nem YouTube minőség, és annyira, annyira szégyelt. Nem is szégyeltem magam, de valahol úgy, nem is gondoltam azt, hogy ez így sokáig mondjuk ö, mehetne úgy, hogy folyamatosan bekövetnek meg ö, valahol. Nem tudom, amíg feltöltök egy pár sorcot, akkor utána kéne valami olyan minőségű tartalmat is produkálnom YouTube-ra, ami, ami pont ugye az ellentéte annak, amiről előbb beszéltünk hogy ahhoz meg szinte fel kell nőni, vagy nem tudom. Nem, szerintem, szerintem, ebben, ebben kizalag azért nincs igazad, mert, mert a fejedben van egy, egy koncepció, nem csak a tiédben, hanem mindenkinek, és ezt nehéz átállítani. Tehát a YouTube sem már ez a csak hosszú formátumú platform, tehát csak nyilván te is úgy gondolkodsz, ami tök természetes, hogy igen, én TikTokra gyártom ezeket a videókat, és fura azt átkapcsolni az agyadban, hogy egyszerűen, de tök jó működhet, hogy feltöltöd szimplán önmagában más platformra, mert egyszerűen vannak emberek, akik csak azt használják, tehát az évek alatt ahányszor én végighallgattam, hogy nem töltöm le a TikTokot, rak fel YouTube shortsra, vagy, vagy Insta be a klipet, és rengetegen vannak így, hogy egyszerűen egy másik platformot ö, preferálnak, de nyilván ehhez kell az, hogy a tartalomgyártó is átállítsa a fejébe, hogy igazából tök mindegy, hogy TikTokra, vagy insta re vagy YouTube shortsra, vagy Facebookra, vagy Twitterre csinálom a tartalmat, a tartalmam szerintem jó, legalábbis merem remélni, hogy mindenki ebben a hitbe teszi őket ki, és a platform az mindegy. Csak élnek a fejünkben ilyen prekoncepciók, Igen. hogy én TikToker vagyok, a YouTube nem való sorcokra. És Igen. ha hisznek, hanem azért elég sok belső információt kapunk azért a YouTube-tól, annak kapcsán, hogy ugye ilyen belső anyagokat, meg ilyen e-maileket, meg e hogy, hogy ők hogyan gondolkodnak, és hogy gyakorlatilag 10-ből 8 az arra szól, hogy short 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 és ők már nem azt mondják, hogy akkor a longform videó mellé tegyél a shorton nem, hanem hogy szeretnék ezt a rövid videós versenyként, hogy új apostrofálják, hogy újra pozícionálni a márkát, hogy ne úgy gondolkodjanak, mint ahogy én is, vagy akár, akár itt mindannyian gondolkozunk, a YouTube az így a hosszú videóknak a platform, és ezt próbálják megváltoztatni a fejünkben, mm -hmm. és ebbe, erre bátorítani, és ezért van az, hogy külön lapokra helyezték a tartalomtípusokat, ezért van az, hogy, hogy minden, ha megnéztek a felkapottak listát, van 15 longform videó, 15 klip, 15 shorts, meg még pár podcast, és ezt direkt már így csinálják, hogy, hogy már külön szedik ezeket a dolgokat, hogy pont ezért, hogy, hogy, ez a platform az már, már jóval több, mint ez, és ugye ennek idő kell, amíg az emberek megszokják. Igen, meg nyilván a platformot is alakítani kell, hogy, hogy, hogy vizuálisan, UI szinten olyan legyen a YouTube is, hogy, hogy valahogy külön kezelje a, a, short, meg a, longform a long form Mit gondoltok azokról a tartalomgyártókról, influencerekről, akik kizárólag a népszerűség és a megélhetés, tehát megélhetési influencerek? Szerintetek ez működhet-e hosszú távon, hogy valaki csak azért akar népszerű lenni, mert ugye azért TikTokon most már ez nagyon hamar elérhető, nem kellenek hozzá nagyon-nagyon sok év, akár hónapok is, hónapok is elegendő lehet, hogy ezt fenn lehet -e tartani? Ja, ne, nyugodtan, azért néztem rá. Hát köszönöm, hát nem tudom, nekem nagyon sok idő volt, mire, nekem másfél éve tellett, mire úgymond ez kiváltotta a főállású munkámat. És, és én úgy gondolom, hogy ha valakinek kizárólag ez a célja, hogy ebből ő meg tudja élni, vagy hogy hírnevet szerezzen, akkor az nyilván vannak kivételek, de én szerintem ez nem működőképes. Tehát ebbe kell az a plusz, itt jelen esetben a kreativitás, önazonosság, ami akkora érdeklődést vált ki, hogy hozzá téged ahhoz hozzú, hosszú távon, hogy tulajdonképpen csak erre kelljen koncentrálni, és ezt kell csinálni. Tehát ez, hogy megélhetés, én úgy gondolom, hogy ez a hozadéka annak, hogy te idézélbe alkotsz, és, és folyamatosan szórakoztatod mondjuk a mi esetünkben a közönségünket. Szóval én azt, azt gondolom, hogy az érződik, hogyha valaki úgy áll hozzá, hogy na, akkor gyerünk, robbanjunk be, akkor flexeljünk, hogy olyan vagány vagyok, vagy ö, tök mindegy, vagy hogy akkor fú, tesó, hallottam, hogy ő is ő ebből él, akkor mi is csináljuk meg, hogy ez, tehát hogy ez, ehhez minőségi tartalom kell, a TikTokról tudok beszélni, tehát az én, nem tudom, tapasztalataim, ez minőségi tartalom kell, ehhez követő szám kell, és olyan megkeresések, amelyek, amelyek biztosítják azt, hogy te ebből meg tud élni. Most mondok egy ellenpéldát, például a TikTokon a live -ok. én teljesen ki vagyok, ja. tehát, mm, hogy, hogy, azok az NPC live -ok, azok, a, azok már bocsánat, TikTok koldulások, amik mennek, engem borzasztóan bosszant, hogy én értem, hogy a rendes videók, amikor mondjuk nem live nézek, azok, azok, tényleg ahhoz kell egyfajta belső motiváció is, de mondjuk egy ilyen live-hoz nem kell sok minden, csak odaülsz, és csinálsz valami baromságot, ami bődületes nagy baromságot, és hogy, hogy, hogy ezek hogy maradhatnak? Hogy lehetnek ezeknek ezres, tízezres uh, élő nézettségek? Hát, miért emberek létezik nédi, trash de, hogy ezt, de nem Miért Mi, tehát fizet, Ugye azt tudni kell, hogy aki nem tudja, hogy hogy ezek az ajándékok, amiket az, a TikTok live-okban adnak, ezek ugye a felhasználónak pénzbe kerülnek. Tehát hogy konkrétan fizetnek ezért, hogy ezek fennmaradjanak, hogy, hogy nézzük. Amint nem azt mondom, vannak péld, tényleg jó pofák, de hogy, hogy, hogy nagyon sok baromság van. Hát de nem maradnak. Tehát, hogy ez a lényeg, hogy te is hagyod átverni a saját agyadat, úgymond, mert mondjuk felidegesít vagy érzem most tök mindegy, nem akarok túlozni, de hogy nyilván az a reakciót, hogy nem hiszem el, hogy ebből meg lehet élni, hogy valaki ott tátog vagy hülyéskedik, vagy valami igénytelen dolgot csinál, időszakosan meg. Tehát persze, tehát, hogy erre föl lehet ülni, de azért kevés az olyan trash celeb, mind Magyarországon, mind nemzetközi szinten aki ezt nagyon-nagyon sok ideig tudja csinálni, anélkül, hogy, hogy még tényleg olyan dolgokat nem csinálna, amik amiknél tényleg te magad az édesanyja helyett. Tehát, hogy nyilván mi csak azt látjuk ebből, hogy most nagyon mennek ezek a koldulós live -ok persze, meg nagyon ment a, a meleg szendvics sütés, tehát hogy, hogy, hogy ezeket nehéz föntartani hosszú távon, mindig lesz igény a, a, a trash műsorokra, és ezt kártagadni, és pont a TikTok az a platform, ami először ráérzett arra, hogy az emberek nem azt nézik, amit mondják, hogy néznek. A TikTok azért lett annyira sikeres, azért működik annyira jól, mert nem azt mutatja neked, amit te hazudsz magadról, hogy érdekel, hanem egyszerűen azt figyeli, hogy te mit néztél meg. Én nem tudom az én feedemben miért vannak ne, ilyen ne. nagy cicis lányok, ne. én nem nézek ilyet De soha. Győzike sót nézte soha senki annó. De, De. Ez... De pontosan, tehát a TikTok az itt nyerte meg, itt nyert egy hatalmasat, hogy úgy működik az algoritmus, hogy figyeli, hogy téged te mit nézel, és nem érdekli, hogy te mit hazudsz magadról, úgy mond, hogy mit lájkolsz be, vagy mit követsz be, nem az érdekli, hanem csak figyeli, hogy mi az, amit te végignézel. És, és Tényleg ez az, amit, amit, ami visszavezethető ezekhez a trash tartalmakhoz. igen, mindig lesz rá igény. Senki nem fogja bevallani, hogyha fel kell sorolni az öt kedvenc csatornáját, hogy ott van közte a, nem tudom, az NPC Live, vagy éppen az aktuális trend, de mennek. De hosszú távon nem fogsz ott maradni, mert érzelmi kötődésed nincs semmi ezekhez a tartalmakhoz, csak éppen nem vagyok nagy trash fogyasztó egyébként, tehát más kéne erről megkérdezni, de hogy éppen jó, akarsz egyet nevetni, vagy éppen tényleg valami nagyon egyszerű tartalomra vágysz, de hogy ez hosszú távon sokkal nehezebben inkább fogalmazunk így fenntartható, csak mindenkinek az a, a, az a koncepció, hogy ó, most akkor tízezrek a világon, vagy százezrek a világon ebből fognak megélni évtizedekig, hogy, hogy NPC live volnak. Nem. Tehát, szóval, valószínűleg nem fogják tudni ezt föntartani vagy mindig trendről trendre kell ugrálni, amiről beszéltünk, és az évül el, hogy amikor már 40-50-60 éves vagy, akkor viszonylag nehéz lesz, mert lecserélnek az új npc k akik egyszer jobbak, fiatalabbak, trendibbek lesznek. Levi, neked mi a véleményed ezekről a tartalmakról, tartalomgyártókról? Hát különben ezek az ajándékok, amik beérkeznek egy live alatt, ezek nem érnek ám sokat, Na, mesélj! Hogy... Egy rózsa. Mesélj, mennyi, mennyit, mennyit lehet keresni? Ér egy, mennyit ér egy rózsa, én nem tudom. Mennyit lehet összekoldulni? Hát valamilyen nulla egész, valamennyit. Nagyon ritkán csinálok live-ot, nagyon ritkán. Viszont volt egy időszak, amikor húzamosabban csináltam a live-okat, és nem tudom, több hónap kellett mindent, nem is figyeltem meg, nem ez volt a célja maguktól, Beszélgetés volt, persze, persze. Igen, de akkor gyűlt valami 70 ezer forint össze pár hónap alatt, szóval hogy meg a TikTok iszonyat nagy százalékot levesz ezekből az a összegekből, amiket átküldenek, megvámolja. Úgyhogy ahhoz, hogy egy NPC Live-ból valaki megéljen, hát ahhoz kőkeményen ott kell lenni reggeltől estig szerintem a képernyő előtt, és kierőszakolni az emberekből, ahogy arra ugye van is példa, hogy küldjétek, hogy ne csalódjak bennetek, hogy Úristen, az agyamat eldobom. Igen, igen, igen. Mire felnek, hogy elős, csalódni? Igen. Anya, ki vagy te? Ez egy fölérendel, fölérendelés. Na mindegy, ebbe most nem megyek bele. De ez, szóval így, nagyon, van. De nagyon ez így van. Igen, igen, igen. igen. Hát meg, meg, meg el, tényleg van egy ilyen része is a dolognak, hogy ez a megélhetési dolog, hogy, hogy ez tényleg nem erről szól, hogy ti is mondjátok, hogy, hogy maga a karakter, a kontent, a minőségi tartalom az, ami számít, de közben látunk egy ilyen részt is, amiről azért érdemes beszélni, hogy hogy azért ezt mi senkinek nem ajánljuk feltétlenül, vagy hogy így kétszer meg kell gondolni, hogyha valaki ilyen kezd, mert ez nagyon ilyen lélekölő tud lenni, nem? Hogyha csak a trendek miatt gyárt a tartalmat, vagy csak a pénzért. Hát tulajdonképpen, és nyilván engem is, meg mindenkit így zavar, hogyha olyan dolgot lát, amiről azt gondolja, hogy, hogy nem minőségi, vagy nem tudom, tresnek tituláljuk, de hogy valami minél tressebb, és minél inkább a trend miatt van ott, ahol, az annál rövid távú. Tehát, hogy az nyugtasson, hogy ha valamit te látsz, amit nem szeretsz, ha valóban rossz, akkor nem lehet majd föntartani hosszú távon. Mit javasoltok a következő generációnak, vagy a feltörekvő tehetségeknek, vagy esetleg azoknak, akik most kezdenének bele a tartalomgyártásba, ugyanilyen közdéskényszerel, mint ti, hogy mi az az egy vagy több jó tanács, amit Ke így mondanátok kezde nekik? kezdem én, mert rövid leszek, semmit. Ők jobban fogják tudni csináljátok azt, amit ti láttok jónak, és ne a boomer nesszájra hallgassatok, Jaj, hogy ne mit vár, kell csinálni. Azért ne, de ez így van. van! Nem! Tehát mivel lehet nagynak lenni, meg mivel lehet újra sikeresnek lenni? Olyan, amit nem én mondok el itt, vagy nem a Levi mond el itt, hanem új. Tehát, hogy én mindig ebbe hiszek, tehát ebbe van a nagyság, hogy jön majd egy új generáció, akik olyan dolgot fognak csinálni, amire nem is gondolunk, olyan platformon, olyan formátumban, és csak akkor tudsz, csak akkor tudsz nagyot szólni, ha önazonosan tudsz valami újat és minőségit letenni az asztalra. Tehát, hogy a mintakövetés, meg az inspiráció az tök jó. Én is rengeteg személytől mai napig inspirálódok, akár másolok is, hogyha olyan dolog van, és aztán átformálom magamévá, de hogy, de hogy tehát új dolgok lesznek azok, amikkel, amikkel lehet majd megint, megint, feltörni, és ezeket nem lehet szerintem előre megmondani, amit én meg tudok mondani, meg el tudok mondani tanácsként, hogy ezt, ezt a szakmát úgymond csak akkor tudod jól csinálni, hogyha tényleg véget nem érő motivációd van iránta, hogy csináld, és őrülten szereted, mert ha nem szereted őrülten, és nem csinálod őrülten, akkor van 15 ezer másik ember, aki viszont fogja, és csinálja helyetted, mert a belépési küszöb az borzasztóan alacsony. Azért a végére volt egy tanács is benne. Hát, na csak, hogy <laughs> valami legyen, igen. Valami Köszi. legyen. Tényleg, tényleg nincs erre recept szerintem. Amit az elején ugye szerencsének, majd sorszerűségnek hívtam. Ö, ezt valahol, valahol ezt így is gondolom, illetve nagyon jól mondtad, muszáj, hogy megjelenjen az egyén gondolkodása az inspirálódás mellett. Tehát, hogy valami újat, valami forradalmit tudj ö, mutatni, vagy átadni. Mm. Tehát nagyjából ennyit tudnék mondani, meg hogy a határa csillagoség, és jókor kell lenni jó helyen, mert amúgy ez nagyon sok múlik, de ez már szerintem megint talán kicsit. Nem, de a jókor vagy jó helyen az akkor működik, ha próbálkozol. Ja, Tehát ja, szóval ja, nincs ja, ja. egy ilyen mágikus gomb, hogy, hogy ő valaki hát pont ott volt, pont akkor, nem azok voltak ott, pont ott, pont akkor, akik próbálkoztak addig is. És egy csinálták. Egyébként a YouTube-ra ez, ez abszolút így van. Tehát ugye, ugye sokan ugye iridlik azokat a hatalmas fe, feliratkozó számokat, amik mondjuk így a az első generációs youtubereknek vannak, és ugye ez abszolút nem is első generációs vagy, mert hogy, mert hogy nálad volt azért úgymond egy generációval Eszá. korábban, akár Pamék, akár Szirmai Gergő, tehát akik már azért jó van korábban belekeztek ebbe, és hogy és hogy ők akkor ott, ott, csináltak valamit, nem azért, mert meg akarnak ebből, mert semmi nem erről szólt, pusztán azért, mert szerettek volna valamit közölni, tették ezt konzekvensen, és ennek az lett az eredmény, hogy egyből ott Per persze, de, de egyébként ma is ott tartunk, hogy hogy, hogy oké, okay, hogy nekem van most nem tudom 700.000 vagy valamennyi feliratkozóm YouTube-on, de teljesen lényegtelen, hogyha valakinek 20 van, van egy csomó kisebb csatorna, aki, aki sokkal sikeresebb vagy népszerűbb éppen aktuális, mint én, mert a feliratkozó szám például ma már nem számít persze. a YouTube-on, tehát Abszolút hogy már nem. teljesen más, tehát hogy nem szabad így hozzáni, már három éve is azt mondták, hogy ó, most már magyar YouTube-ra senki új nem fog jönni, telített a piac, ez, ez ez baromság. Tehát, hogy mindig lesznek újabb, érdekesebb arcok, akik kicsit máshogy közölnek dolgokat, kicsit máshogy látják a világot, és szerintem ebben ez a jó, hogy folyamatosan uh, vannak újak, és igen, aki nem tud megújulni, akinek már nem lesz releváns, az pedig valószínűleg ki uh, lép szépen lassan ebből a szakmából lehet, hogy én is majd egyszer eljutok erre a pontra, de hogy azt próbáltam itt az elmúlt percekben mondani, hogy én hogyan gondolkodom, hogy ne. De hát én sem tudom, hogy hogy fog alakulni. És amúgy nagyon jól mondtad, mert amúgy régen én is így gondolkoztam, hogy a jókor jó helyen úgy értettem, hogy nyilván tenni kell érte, de régen abszolút úgy voltam, hogy hallod, nekem miért nem adatik meg ez vagy az és vártam, hogy a sült számba repüljön, vagy hogy egy segítőkész felfele húzzon, de hogy is tenni kell. Tehát ez szerintem az egyik legfontosabb, hogy tegyél érte, más nem fog. És másnak se lesz te a legfontosabb, csak önmagadnak. Azt gondolom, de hogy jó. ennél jobb hogy nem lehet kitalálni. Tökéletes zárás, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, szerintem egy nagyon, nagyon hasznos és értékes beszélgetés volt a mai. Ti pedig kövessetek be, iratkozzatok fel, Kövessetek minket minden platformon. Így van. Találkozunk hamarosan. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!